Most azért akarják újraindítani, hogy végre legyen a tévében is nívós beszélgetés. Ramszesz Pedro, marad! Hozzám! Pedro, hozzám! Ez gyönyörű. Ez hallatszik bent? Hát ez gyönyörű. Azt remélem, hogy ez két kutya, nem pedig a... Mert azért az nem volna jó, hogyha itt megjönnének az egyiptomiak. Őrület. De ez milyen érdekes, hogy ezen a hangon úgy beszélt, mintha szeretné a kutyákat. Én, ha kutya lennék, azért ettől nagyon megijednék. Azt a mindenit. A Vörös Sándorra sétáltam egyszer föl az Áldás utcán, és két ilyen őrjöngő vadállat, kutya ugrott neki a kerítésnek. Ahogy kellett, meg is ijedtem. A Vörös Sándor az nem ijedtettek, hanem nézte a kutyákat, akik egy vicsorogva, két ilyen vérebb. Egyébként tényleg szép állatok voltak. Én semmit nem láttam a szépségükből, csak ezt az agresszív rémséget. És akkor azt mondta a Vörös, hogy ezzel nem utánzom most az ő magas hangját, hanem mondd Péter, mikor leszünk mi ilyen szép kutyák? És nem mertem hátra nézni, lehet, hogy az a Ramszesz is szép kutya volt. Kicsit volt csak szép. Kicsit volt csak? Kicsit olyan loncsos volt. Kicsit olyan loncsos. Loncsos volt? Ramszesz két loncsos? Kicsit olyan, igen, olyan. Én ha Ramszesz lennék. Nem lennék loncsos. Péter rendkívül színes, gazdag, csodálatos, összetett személyiség volt. Volt benne érett, intellektuális ember és kópé gyerek, a kamasz gyerek, vagy a kisgyerek egészség és az élet örömnek. Tehát lehetne sokáig sorolni, hogy mennyire gazdag volt az ő személyisége. És kettőnk között mindig megvolt az a nyílt, őszinte szerető, szeretetteljes kapcsolat, ami kijár egy papnak, vagy egy püspöknek, vagy egy szerzetesnek. Ennek megfelelően szokott a Péter szólítani mindig, hogy atyám, vagy excellenciás uram, mikor milyen intonációval. És ez mindjárt minden személyes találkozásnál megadta azt az alaptónus, alaphangot, hogy bármiről, irodalomról, személyi kérdésekről, a legutóbb az ő egészségi állapotáról, teljes egyszerűséggel, nyíltsággal, spontaneitással tudtunk egymással beszélni. Hát, hogy mit csinál a szöveg? Tehát, hogy nincs királyi út. Tehát, hogy az, avval nem lehet megúszni, hogy halálpontos vagy, hogy baromra ismered a nyelvet, hogy művelt vagy, hogy semmivel nem lehet megúszni. Az ellenkező évvel se, hogy azt gondolt, hogy mindez nem számít, csak az igazság, és mész át mindenem. De néha meg az működ, tehát nem lehet tudni ezt előre, tehát nincs megoldás. Tehát az mindig külön dől el, hogy mi van. Hát régen itt nagyon nagy foci élet volt, meg mi itt laktunk, és hát akkor ilyen teltházas strandok voltak. 10-kor, 2-kor, 5-kor menetrendszerűen mentek a foci meccsek. És a bejárat az meg a túloldalon van, ami innen hát ilyen 800 méter, és a legjobb poén az nem az volt, hogy bemásztunk, mert hát ugye, mondjuk 2 forint volt a belépő, vagy 6, már nem tudom, hanem hogy édesanyám megcsinálta az ebédet mondjuk szombaton és vasárnap, és akkor azt ételhordóba itt a papa kihozta, a papi, az átadta, mi megterítettünk, és az embereknek meg csorgott a nyála, mert ugye a büfében 3 napos száraz zsömlét lehetett kapni, esetleg rántott húsa. Nem voltunk túl népszerűek így négyen, fiúk. Ugye a római szerintem két részre oszlik, tehát vagy annak idején, amikor ennek még volt értelme, két részre oszlott, voltak a dunások és voltak a strandosok. És én a strandosok közé tartoztam, azon egyszerű oknál fogva, mert ott lehetett focizni, futballozni. Úgyhogy én itt kicsit mindig, ha nem is idegen vagyok, de vendég. Ugye itt elég egyformák ezek a bodegák, egyformán idegesítőek, de azért használhatók. Tehát azért le lehet ide jönni egy
sörre, vagy én inkább hosszú lépésre, és akkor nem is lángost, hanem mi is jó. Hát még ezek a kolbászfélék is jó. Tehát lehet, el lehet szöszözni. Azt is gondolná az ember, hogy lehetne jobb is. Nem hinném, hogy volna ilyen, hogy római fürdői tudat, vagy azt nem hiszem. Kromanyoni és a római fürdői ember. Nagyon szeretem az árvizeket, főleg azt szeretem, minél nagyobb, annál szebb. Itt a szociális érzékenységem csődöt mond, és mindig drukkolok, hogy az előző évi, vagy a legnagyobb vízszintet, azt haladjuk meg. Nagyon jó, most bele fogsz menni a izébe. De kár, hogy szóltam. Ez lett volna a legjobb része az interjúnak. Puff, elsüllyed. Kérdező elsüllyed, amúgy is Sunyi nem látszik a képben. Szóval, hogy kicsit olyan, mintha az NDK-s turistáknak készült, és ugye akkor kiderült, mi vagyunk az NDK-s turisták itt. Ő mindig azon a szinten, ahol játszott, nagyon jó volt. Én mindig mondom, hogy ő jobb játékos volt, mint én. Ezt nem az eredményekre gondolom. Ő nagyon technikás volt, penge volt, akkor ilyen jobb fezezet, vagy halfnak hívták, a jobb összekötőnek. Rúgni nem annyira tudott, mert lefegett a bokája, de nagyon penge játékos volt. Most aztán nyilván ezt nem lehet tudni, hogy ha ő vette volna a fáradtságot, és nem a könyveit írja, hanem elkezd komolyabban futballozni, akkor milyen szintig tudta volna. Hát ez már örök rejtély van, de ő nagyon jó játékos volt. Ha az öregedés fájna, hát eltekintve, hogy ez fáj, meg az fáj, de az öregedés maga fájna, akkor nyilván ez is fájna, mert akkor látja az ember, hogy mi mindent nem bír már megcsinálni. De ez már régóta így van, tehát már legalább mennyi, jó 15 éve, hogy... És ebbe segített, mindenféle dolog segített, de hogy mit tudom én, csípő, özé, nem tudom, micsoda, úgyhogy tehát, hogy nem is tudnék, tehát effektív, nem tudom. Az egy érdekes folyamata, nem ez az érdekes 65-ön, hanem a 40 év körüljen, amikor megváltozik az ember mozgása. Amikor nem fordul, hanem kanyarodik. És amikor jönnek kifjú titánok, akik nagyon nem tudnak futballozni, nagyon rossz irányba szaladnak, de mégis előmérik el a labdát. Ezek alázatra nevelő processusa. Hát ezek regények, most nyilván főleg a 16-os mélyén ott a György bátyámmal, aki bíró volt, meg én ott elég nagyon sokat beszélgettünk. Hát aztán persze mindig elővett a színezőt, és akkor kilettek színezve a történetek. De mondtam neki, hogy egyszer meghallgat minket, akkor egyből tud írni egy bestsellert, amin jót mosolygott. Már miért mennék én arra, kicsi szívem, amikor annak nincs értelme? Olyan ingerülten legyintett, hogy most is összeszorul a gyomrom. Mintha idegen lennék, egy hülye idegen, aki életében még nem látott labdát. Nem értettem, mit mond. Miközben én magamat tárgyszerűen ebben a kispályás, pozíciós, passzolgatós játékban kifejezetten intelligensnek tudhattam. Mikor megint egyszer pofákat vágott, akkor ráordítottam. Szóval szerinted most nekem ott kéne lennem? És mutattam egy abszurd irányba. Legnagyobb meglepetésemre bólintott, erre én is bólintottam, rendben, oda megyek én, hadd lássa ez a felfúvalkodott álprofi, hogy milyen idiótaságot beszél, és futottam, és ahogy a mesében van, már ott is volt előttem a labda. Csak bele kellett botoljak, hogy gól legyen. Ez nem is képesség, valami képességnek a hiánya, hogy én mindent mondatokon keresztül látok. Tehát hogy időnként maga a dolog az meg sem érint, csak akkor, ha mondat van róla. Ez elég rémületes dolog egyébként. Tehát, hogy akkor fogom föl, hogy miről van szó. Hát és akkor ezen próbálkozik az ember, hogy na akkor ez hogyan írhatók ezek le. És akkor itten van akkor ez az általános probléma, hogy akkor hogy viszonyulunk a valósággal leírthoz. Mik a leírt mondat az most micsoda, az fikció-e, vagy...
Tehát van-e valami, amihez ragaszkodni kell? Tehát ha lej egy naplónak a kérdései ezek, tehát hogyha van-e jelentősége annak, hogyha 5 órát aludtam, akkor azt írom, hogy 5 órát aludtam, vagy jobban veszi ki magát valamilyen oknál fogva, azt írom, hogy 4-et, és akkor a délutáni fáradtságnak van. Tehát egy regénybe lehet akkor 4-et írni. Tehát, hogy hol van a, mert az úgy igazabb. De vajon igazabb lesz-e attól valami, hogy ragaszkodik a megtörténtekhez? Van-e a megtörténteknek valami különös ereje? Azt gondolom néha, hogy van. Mi volt múltkor? Ja, valami vérvétel, kórház, és a jövök le a liften, és mondja, hogy hát mennyire örül, hogy találkozom. Hát kellő szerénységgel fogadtam a dolgot, hogy igen, mind dolgozom most, akkor valamit beokatok, és akkor a végén a tőördöfés, hogy a legújabb lemezét is megvettem. Ja, ez is jó pofa, ezen én nem vagyok rajta sajnos, mert lejátszottam a jazzklubba, de a jazzklub előtt Frankfurtban díszes társaság, ott a Péter, hát tudod, a Kertész Imre, a Nádas nincs ott? Talán ő az, nem? Nem, most én nem látom rendesen. De az a Nádas. Itt a Péter hülyeskedik. Ez szintén ugyanott van a jazzklub előtt. Miközben nyomtam az igát lenne a jazzklubba. Ők ilyen jól mulattak. Azt megmutatná a kéztartás. Az, abszolút. Meg ez. De az örök élet nem azt jelenti, hogy örökké tart az élet, hanem hogy nincs is ott idő, nem is lehet mérni. Vagyis élet sincsen. Akkor mire jó az egész? A betegségkultúra, vagy az egy bonyolult nem létező kultúra, tehát nem nagyon tudjuk, hogy hogyan kell ebben viselkedni. Minden egy kicsit túlzásban van. Vezetek én erről egy naplót, és akkor amelyről éppen most döntöttem, vagy döntöttünk úgy, hogy akkor legyen belőle könyv, és akkor ezért aztán most olvasnom kell, és akkor azt olvasom benne, hogy az én hasnyálmirigy rákom jobbá teszi a világot, mert az emberekből annyi jót hoz ki, tehát valóságos jót, részvételt, szeretetet, figyelmet, figyelmességet. Más kérdés, hogy ezzel mit tud kezdeni az ember, mert a legerősebb érzés azonban mégiscsak az, hogy ezzel az ember egyedül van. Ez bizonyos értelemben hasonlít az íráshoz. Tehát az írásnál is tehát miben tudnék segíteni? Hát semmiben. Na most ezt senki nem hallja szívesen, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. Vagy hazudozni kezd az ember, az egy megoldás. Vagy hát valahogy. Tehát anélkül, hogy... Tehát én meghallom ezeket, meg triviális módon jól is esik, de hát attól még az ember ebben egyedül van. Szívesen beszélnék egy könyv szagáról, a könyv szagról, tapintásról, tapintásáról, vagyis a testéről, csak nem szívesen emlegetem a testet, mert mostanság mindig ugyanaz jut róla az eszembe, és nem terhelnék ebben senkit, miközben úgy látom, hogy majdnem mindenkit terhelek vele. Mindenfélével ismerkedő félbe vagyok. Hát, hogy megint nagyba mondjam, hogy saját magammal, vagy azért normálisabban beszéljek, a testemmel. Tehát a megváltozott a testemhez való viszonyom, mert a testem is változik, és a... De egészen tudom, hogy hogyan változik, tehát nézem, hogy hogyan van. És mint hogy régebről nagyon jó viszonyom volt a testemmel,
többszörösen is, tehát mert sokat köszönhettem neki, tehát ugye csak kívülről látszik ez fejmunkának, az íróság, az kemény fizikai munka. Tehát az ember 8 órát vagy 10-et ül az íróasztalnál, akkor ahhoz kell minden, tehát kell izomzat, ez kell, az kell. Akkor nekem még van egy ilyen homályos futballista múltam is, ami szintén nagyon erős fizikai kapcsolat, még akkor is, amikor az ember már öregszik, akkor ezek a fájdalmak, az inak, az izmok, azoknak az ismerete és azokhoz való viszony is. Tehát úgy mondanám, hogy nekem nagyon barátságos viszonyom volt és van a testemmel tulajdonképpen. Itt most újra kell azért kötni ezt a barátságot, tehát hogy definiálni kell, hogy kivel is kell barátkoznom. Gazsulálni kell neki, vagy lehet őszintén is komolyan együttműködnünk, hát e között lavírozok. És ebben nem csak a maga kedvéért nevetek, hanem tehát ebben van mulatságos, meg igazán érdekes is. És kevesebb benne a rémület, mint gondoltam. A könyvhetet megnyitottam, könyvét nem. Az írás az egyszerre egy közösségi dolog, nem abban az értelemben, hogy a közönséggel vagy az olvasóval való közösségben, hanem az egész magyar irodalomban. Tehát nincsen mondat egyedül. Minden leírt. Nincsen mondat egyedül, minden leírt mondat, az kapcsolódik ahhoz az ezerhez, amit már leírtak. Tehát ha ismerem, ha nem, de az a jó, ha ismerem. És ismeri is mindent, tehát nem lehet úgy írni, vagy nem lehet egyfelől. Tehát egyfelől nagyon közösségi, másfél meg teljesen egyedül a döntésekben, a mindenben, hát ott ül az ember az íróasztalán, aztán kész. Tehát még ott lehet nosztalgikus köröket futni, azt én tudok is, tehát ugye elgondolok más íróasztalokat így este, hogy ott is ül valaki és dolgozik, de ez csak ilyen